Köszöntünk, körülményben rendezhetjük Dövves Balást és Gurapát. A mai téma az a Bitcoin, illetve azon keresztül mindenféle egyéb cryptocurrency megoldásoknak az érintése. Bitcoin az ugye inkább az részletben menőleg. Szerintem én átadnám akkor a szót Dövves Balásnak. Jó, szóval a Bitcoin protokollról fogok beszélni, úgy viszonylag részletekbe menően. Próbáltam annyira részletes lenni, hogyha valaki le akarja implementálni magának legalább egy részét, akkor találjon benne hasznos információkat, mert ez annyira nincs jól ledokumentálva az interneten, csak úgy tessék-lássék módon. Igen, a hálózati protokollról nem nagyon fog beszélni, egyrészt mert ez kevésbé érdekes, másrészt mert ahhoz nem értek. És az ilyen legújabb fejleményekről sem nagyon, amiket így most elberaktak bele, mert azokhoz sértek, meg azok folyamultak. Jó, ez egy ilyen rövid áttekintés, tehát úgy elkezdem két szlájdon keresztül úgy nagyon távolról, aztán utána belemegyünk szépen a részletekbe. Szóval elég sok szlájdom van, úgyhogy tartok tőle, hogy a végén az elliptikus görbékre már nem fog idő maradni, de az kicsit olyan független a többitől, meg ha jól értem, volt már elliptikus görbés előadás, de majd lehet, hogy egy kicsit abból is felesünk fogunk. Jó, akkor csak így nagyon messziről, ezt gondolom, hogy nagyjából mindenki tudja, de azért biztos, hogy miről van itt szó. A Bitcoin az egy protokoll, szoftver és egy peer-to-peer hálózat, ami így együtt arra alkalmas, hogy ilyen digitális tokeneket lehet küldözgetni egymásnak olcsón és könnyen. És gyorsan, és viszonylag biztonságosan, és anélkül, hogy bármilyen ilyen központi szerv, mondjuk egy kormány így beleszólna, hogy mi történik. Jó, kicsit egyel közelebbről. Tehát miről van szó? Vannak Bitcoin címek, ezek ilyen nyilvános, hogy hívják ezt magyarul? Public private kulcsok párokhoz tartoznak. Ezeken a címeken lehetnek bizonyos összegek. Tranzakciókkal el lehet költeni ezeket az összegeket. A tranzakció tipikusan így, az nem tipikusan, hanem megmondja, hogy milyen feltételekkel lehet az ő kimenetét elkölteni, majd lesz ez részletesebben. És jellemzően a egyik címről a másik címre akarunk pénzt utalni, tehát az lesz a feltétel, hogy a fogadó személy majd be tudja bizonyítani, hogy tényleg övé az a titkos kulcs, ami ezt tartozik az ő címe. Ezeket a tranzakciókat egy ilyen nagy főkönyvbe szépen eltárolják az összeset. Ez azért van, hogy ne lehessen kétszer elkölteni ugyanazt a pénzt. És ez egy ilyen elosztott adatbázis tulajdonképpen. Ez a fő gondolata a dolognak. És majd látni fogjuk, hogy nem arról van szó, hogy na, hogy van azt gondolja az ember, hogy itt valami azt tárolja a kriptográfia, hogy így a pénzegységeket, de nem, hanem itt a tranzakciók vannak, és a maguk a pénzegységek azok csak egy ilyen invariánsai ennek a tranzakcióhalmaznak. Jó. Akkor igazán ezt is így mindenki tudja, de csak egy ilyen egy slide, hogy miről van itt szó. Ilyen nyilvános kulcsú titkosításon, illetve annak a digitális aláírás részén alapszik az egész. Tehát van egy ilyen DQ kulcspár, a D a titkos kulcs, a Q a publikus kulcs, és egy ilyen jelölés, és akkor mit lehet csinálni ezekkel? Lehet kulcsot cserélni, lehet úgy titkosítani, hogy csak a fogadófél tudja azt kibontani, és lehet digitálisan aláírni. Ebből a Bitcoin csak ezt a digitális aláírás részt használja. És akkor ezekből az alapelemekből lehet építeni ilyen bonyolultabb protokollokat. Jó. Akkor egy ilyen tranzakció példa így az elején, hogy így érthető legyen később. Tehát tegyük föl, hogy várok pénzt két helyről, mondjuk eladtam egy könyvet Alice-nak, meg fogadtam Bobbal, és nyertem. És akkor mondjuk Alice lóg 3 BTC-vel, Bob meg 2 BTC-vel, ezek ilyen teljesen hasonló számok.
Akkor ilyenkor mit csinálok én? Generálok két kulcspárt, ezekhez fog tartozni két cím. Sorolom az egyik címet Alice-nak, a másikat Bobnak. És akkor ők így elküldik nekem a megfelelő pénzösszegeket. Akkor mi fog történni? Megjelenik ebbe a nyilvános főkönyv adatbázisba két tranzakció. Az egyik azt fogja mondani, hogy ezt a 0,3-at azt tudja elkölteni mostantól, aki be tudja bizonyítani egy ilyen digitális aláírással, hogy neki megvan a D1 titkos kulcs. És ugyanígy lesz egy másik tranzakció, ami meg a D2 titkos kulcs tudását szabja feltételnek ennek az elköltéséhez. És mivel csak én tudom ezeket a kulcsokat, mivel én generáltam őket, ezért ez valahogy azt jelenti, hogy nekem van fél BTC. És akkor tegyük fel, hogy ezt most el akarom költeni. Mondjuk akarok venni egy üveg viszkit 0,4-ért. Akkor mi fog történni? Csinálnom kell egy új tranzakciót, ami hogy elkölti ezeknek az előző tranzakcióknak a kimenetét. Ez a ábra próbálja szemléltetni. És ebből egy 0,4-et majd a viszkibolt felé küldök. Tehát oda azt fogom feltételezni, hogy a viszkibolt tudja majd bizonyítani, hogy nekik megvan a saját című köztartozó titkos kulcsuk, és a maradék 0,1-et még vissza kell küldenem magamnak. Tehát ez úgy működik, hogy a tranzakciók bemenete és kimenete az mindig ugyanannyi, illetve ha kimenet lehet kevesebb, akkor a különbség lesz a tranzakciós díj, amit a rendszer fenntartói kapnak, majd később ezt látni fogjuk. Jó, és akkor ezt a tranzakciót én még digitálisan aláírom a D1 meg D2 kulcsokkal. Ezzel egyrészt így bizonyítom, hogy a birtokában vagyok ezeknek a kulcsoknak. Másrészt az is garantálva van, hogy a tranzakciót nem tudja más utána ezt átírni, mondjuk átirányítani a kimenetét valóban máshová, mivel alá kell, hogy legyenek írva. Jó, ez volt a példa. Akkor ezt a főkönyv adatbázist, ami egy elosztott adatbázis, ezt a blockchain-nek hívják ebbe a bitcoinos slangbe, mert hogy blokkok láncolataként van fölépítve. Ez főleg mindig csak nő ez az adatbázis, tehát úgy alapvetően ideális világban ez egy up and only lenne. Nem teljesen az, de úgy lényegében. Olyan blokkokból van fölépítve, úgy van ez megtervezve, hogy olyan átlag 10 percenként legyen egy blokk, adott esetben ez persze ilyen 10 másodperctől 1 óráig körülbelül bármi lehet, majd látni fogjuk, hogy működik. Mindegyiknek van egy kis fejléce, ezek ilyen láncolt listában vannak szervezve, a legelső blokkot Genesis blokknak hívják, azt a rendszer kitalálója, amikor ezt így bedobta a nagyvilágba, akkor ezt is bedobta le. Jó, minden blokkot így az ilyen peer-to-peer hálózatból valaki fog létrehozni, és ez tulajdonképpen egy ilyen lottósorszerű folyamattal dől el, hogy kicsoda, és a nyerési esély az tulajdonképpen egy ilyen CPU power-rel arányos valami értelemben. Ha valaki akar csinálni egy tranzakciót, mondjuk mint én az előbb ebbe a példába, akkor egyszerűen megcsinálom ezt a tranzakciót a saját gépen, aláírom, és utána broadcastolom a hálózatba, és bízok benne, hogy valaki majd ezt bele fogja rakni ebbe a blockchainbe. Jó, és hogy erre legyen motivációjuk belerakni, egyrészt aki részt vesz ebbe az adatbázisnak a fenntartásába, az egyrészt megkapja a tranzakciós díjakat, másrészt meg egy ilyen plusz jutalmat is, ami kettő szerepet tölt be még ezen kívül. Majd így jön létre a pénzegységek a semmiből. Jó, és akkor ez az egész adatbázis jellemzően minden ilyen komoly résztvevő embernek megvan, és ez így ugye nő méretben elég gyorsan, most 18 GB, ezt azért még így a mai számítógépek így elbírják. Nyilván, ha ilyen Visa nagyságrendűre akarjuk skálázni ezt a dolgot, akkor itt majd valami újabb megoldásokat kell találni. Mondjuk igazából, amit elköltöttek már, azokat a tranzakciókat tulajdonképpen ki is lehetne dobni, tehát
kicsit ügyesebben szervezi az ember, akkor ezt le lehet csökkenteni egy lassabban növő adatbázisra. Jó. Egy blokk az két részből el van, egy pici fejléc, és utána fel vannak sorolva a tranzakciók. Így a fejléc 80 byte, van benne egy verziószám, ez 2. Van az előző blokknak a hash-e, tehát így épül ez láncba, hogy mindegyik visszautal az előtte levőre. Van az összes tranzakció úgynevezett merkle útja, majd mindjárt lesz részletesebben, hogy ez micsoda. Ez lényegében egy olyan hash, ami az összes tranzakció, ami ebben a blokkban van, annak a halmazának egy ilyen furcsa módon képzett hash-e. Van egy időbélyegző, egy ilyen nehézségi cél, ez is majd mindjárt lesz részletesebben, egy szám, aminek semmilyen szerepe nincs, csak az, hogy lehet változtatni. És ennyi. Utána van egy hogy hány tranzakció van, de ez már nem része a fejlésznek, és utána csak fel vannak sorolva a tranzakció. Jó, és akkor fogadunk el, tehát egy ilyen blokkot így validálni kell mindenkinek, mielőtt így elfogadja élőnek. És nagyjából ez a három feltétel van így messziről nézve, hogy az összes korábbi blokk, amik ugye egy láncba így vissza lehet fejteni a Genesis blokkig az egészet, hogy a korábbiak azok élvényesek nyilván, hogy ennek a 80 bájtos fejlésznek a hash-e az kisebb kell, hogy legyen, mint egy szám. Ezt a számot kódolja ez a nehézségi difficulty. És hogy az összes tranzakció külön-külön érvényes, tehát például nem olyat próbál elkölteni, amit már korábban elköltött valaki. Sőn, ezben így a legfurcsább dolog valószínűleg az, hogy így a fejléc hash-ének kicsinek kell lenni. Ez azért van, mert az a trükk, hogy igen, tehát az egész Bitcoinban viszonylag ilyen kevés innováció van. Ugye a fő innováció az, hogy egy elosztott adatbázist úgy kell karbantartani, hogy mindenki ugyanazt gondolja az adatbázis állapotáról. Mert hogyha az egyik fél azt gondolja, hogy egy tranzakció megtörtént, és a másik fél azt gondolja, hogy nem történt meg, akkor mondjuk lehet csalni azzal, hogy így kétszer költi az ember ugyanazt a pénzt, mert még a másik ember esetleg nem látja, hogy az el lett költve. Ugye ezt úgy nem akarjuk egy ilyen pénzügyi rendszerbe. És ez a bizánci tábornokok probléma, hogy úgy nem lehet egy elosztott adatbázis egyszerre így, hogy van. Tehát az, hogy mindenki ugyanazt gondolja, hogy elosztott, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, ezeket a tulajdonságot egyszerre úgy nem lehet csinálni. Ez valami tétel az adatbázisok elméletében. És itt valahogy egy ilyen kerülő megoldással mégis sikerült ezt megoldani. Igen, és hogy mondjam ezt. És ez a trükk, ez a hash alapú lottó húzással. Tehát tulajdonképpen ennek a szerepe az, hogy mindenki változtatgatja azt a számot, aminek semmilyen szerepe nincs, akkor kiszámol újabb meg újabb hash-eket, és akkor így, mivel ezek a hash-ek lényegében pseudorandom számok, ezért így véletlenszerűen adott eséllyel fog mindenki egy jó hash találni, és akkor valakihez kerül a blokk létrehozásának a joga, akinek szerencséje volt. Ha egyszerre kettőnek is. Igen. Van ilyen. Hát, ugye nem pont egyszerre, de mondjuk időben nagyon közel. Ilyenkor az a szabály van, hogy olyankor ideglenesen ágazik a lánc, és hosszú távon egy utat ki kell választani ebből. Tehát ez egy fa tulajdonképpen, ami tipikusan lánc, és néha elágazik. És az a szabály, hogy azt kell választani, amelyiknek az össz nehézsége valamilyen értelemben, tehát vagy a hash-ek
összege a legkisebb, vagy ezeknek a difficulty-nak az összege, ugye az a baj, hogy ez kevésbé gyorsan látszik, tehát a hashek sose lesz két útnak a hash összege ugyanannyi, a difficulty összege az meg gyakran ugyanannyi, de ebből a kettőből az egyik, most hogy ki melyiket választja, azt most így nem tudom. Szóval, amelyiknek jobb ez az összhossza, ebbe a súlyozott összhossza, az szokás választani. Ugye egy kicsit részletesebben elmondom. Tehát nem simán csak a hossza lehet, hanem egy ilyen súlyozott hossza. Egy súlyozott hossza, csak az a kérdés, hogy a difficulty-val súlyozunk, vagy magával a hash-sel. Ugye ez egy nagyságrendben fog esni. A hash-sel súlyozni taktikusabb, mert ott sose lesz egybeesés. De azt hiszem a difficulty-val súlyoznak, de ebben nem vagyok biztos. Ez a kérdés, úgyhogy ezt hagyom, viszont a kérdés az, hogy mi van azokkal a tranzakciókkal, amik azon az ágon van, amit elvettek? Újra visszakerül abba a poolba, amikből építik a blokkot. Tehát az nem történik semmi, mert broadcastról vannak ezek a tranzakciók, egyszerűen akkor azt majd a következőben valaki más fogja belerakni. Jó. Szóval mi ez a Merkle fa? Ez egy ilyen hash fa, ez egy bináris fa. A Bitcoin ezt a SHA-256 hash-t használja, hogy kétszer egymásten alkalmazva, biztosan ő biztos. Minden tranzakciónak kiszámoljuk a hash-ét, építünk egy bináris fát, aminek a levelei a tranzakciók hash-e ülnek, ha véletlenül páratlan sok lenne, akkor az utolsót megduplázzuk, hogy páros legyen, és akkor így utána így kettesével ráépítünk egy ilyen cseresznyét, vagy hogy hívják ezt, és akkor oda az elágazásban meg a két hash egymásten írásának a hash-ét rakjuk. Akkor így felépül egy ilyen bináris fa, és a tetején van egy darab hash, ezt így megfelelő útnak. Igazából itt ennek a lényege, hogy a fejléc az konstans 80 byte, és csak azt kell mindig újra hashelni, és csak akkor kell kicsit számolni, ha változik a tranzakciók halmaza, ami sokkal ritkábban változik, ugye ilyen hash-t azt gyorsan lehet számolni, tehát ezt így pörgetik. És ha bármilyen tehát hogy nem függ a tranzakciók számától, hogy mennyi idő alatt számol ki az ember egy hash-t, mert mindig csak 80 byte-nak a hash-ét kell kiszámolni, és ott egy ilyen számlálót növelgetni. Jó. Igazából most ez hirtelen nem tudom, hogy miért, nem feltétlenül kéne ezt ilyen falakba csinálni, lehetne azt is, hogy egyszerűen egymástán írjuk a tranzakciókat, és akkor az egész bit sorozatnak a hash-ét veszük, de valamiért így van. Jó. Tehát itt akkor kicsit részletesebb bele van írva ez a amit én lottó sorsásnak szeretek hívni, de ezt hívják miningnak, bányászatnak, ami szerintem egy teljesen félrevezető szó erre a folyamatra, mert alapvetően ez tényleg csak egy lottó sorsolás. Most mivel az első tranzakció minden blokkban az egy speciális tranzakció, ami azt a szerepet tölti be, hogy egyrészt ott kapják a bányászok az ő kis jutalmukat, meg a tranzakciós díjakat, meg így is jön létre maga a pénzegységek. Szóval, hogy mivel ott minden bányász a saját címét fogja beírni, hogy ő azt szeretné kapni így a jutalmat, ezért nem lesz két olyan résztvevő, akinél ugyanaz lenne ez a hash. Tehát az nem fordulhat elő gyakorlatban, hogy ilyen hash ütközés van a különböző résztvevők között. És ott van, miután ez a 4 byte a mai ilyen célspecifikus hash-elő áramkörökkel már úgy elég kevésnek tűnik, abban még így be lehet rakni ilyen plusz, ilyen értelmetlen információt, aminek megint csak az a szerepe, hogy a hash-t lehessen így változtatgatni. Jó, és tehát mi történik? Tényleg így kiszámolja ennek a tranzakció hash-fának a hash-ét az a bányász, belerakja oda a 80 byte közepébe, növelgeti azt a 4 byte-os mezőt, aminek semmi szerepe nincs, kiszámolja a hash-t, megnézi, hogy kisebb, mint aminek kell éppen lennie. Ha igen, akkor örül, akkor így
broadcastolja a kész blokkot, hogy ó, mindenki lássa, hogy ez hozzáépült az adatbázishoz, hanem akkor megint megnöveli azt a mezőt, megint hessel, és így sokat hesselget. Ez szerintem így a legmegkérdezhetőbb része az egész rendszernek, mert hogy tulajdonképpen csak azért így rengeteg erőforrást így elpazarlunk ilyen hesselésre, hogy egy ilyen lottóhúzást implementáljunk, és én úgy gondolom, hogy ennél kevésbé pazarló módon is lehet lottóhúzást csinálni, de ebbe így még így megosztott a világ jelenleg. Hogy garantálja ezt a rendszerekkel, hogy 10 percet meglenni egy blokk? Igen, az történik, hogy ezt a targetet, aminek kisebbnek kellni a hashnek, ezt két hetente körülbelül update-elik, úgyhogy veszik az elmúlt két hétbe, hogy mennyi idő alatt hány blokkot sikerült csinálni, és akkor úgy adaptálják, hogy úgy, ha ugyanannyi számítási kapacitás van így ezen a két hétben is, mint az előző két hétben, akkor most jobban kijön átlagba. Tehát minden két hétben így hozzáállítják ezt a nehézséget. Igen? Kik? Ez úgy van, hogy ez egy protokoll, aminek van több implementációja, de ugye akkor van értelme, ha mindenki legalább nagyjából ugyanazt a protokollt implementálja. Nem kell, hogy pontosan megegyezzen. És ebben ezekben a szoftverekben benne van egy ilyen képlet, ami ez a képlet nagyjából, hogy veszük az elmúlt két hétben az átlagot. Nem muszáj, hogy mindenki ugyanazt a képletet használja, viszont másoknak sem kötelező elfogadni a blokkot, hogyha nem elég kicsi a hash. Tehát itt igazából mindenki magának állítja be ezt a nehézséget, de mindenki ugyanarra állítja, mert mindenkinek az az érdeke, hogy az egész rendszer működjön. Ha valaki csalni akar, és egy könnyebb nehézséget állít be, ezt megteheti, de a többiek valószínűleg nem fogják elfogadni az ő által produkált blokkokat. Most ennek a kezdőérték, amikor még több mint egy két felhasználója volt, akkor még nyilván egy... Igen, akkor még nagyon könnyű volt csinálni. Hát valószínűleg többségbe kerülnek, akkor fölborítják az egészet. Igen, így van. Ha valaki 50%-nál nagyobb számítási kapacitást birtokol, az felboríthatja az egészet. Így van. Ez egy ilyen calculated risk. Az a mondás, hogy gazdaságilag nem éri meg felborítani a rendszert, mert hogy drágább megszerezni ezt a kontrolláló többséget, mint amennyit nyerni lehet a csalással. Illetve kontrolláló többséggel is még azért így elég nehéz csalni, csak lehet. Viszont ha valakinek nem probléma az, hogy így bukni fog anyagilag a dolga, hanem csak az a célja, hogy az egész rendszert beborítsa, az igen, az lehet. Tehát egy kormány, az amerikai kormány be tudná borítani ezt a rendszert azzal, hogy így többséget szerez, rádobnak néhány milliárd dollárt, építenek ilyen hash-elő számítógépeket. Igen, ez teljesen reális veszély. És főleg nem is kell neki nagyon bonyolult gépeket építeni, hiszen kellően könnyű targetet állítani. De nem. Azt a könnyű targetet nem fogják a többiek elfogadni. Tehát mondom... De mit számít a többiek szavazat, hiszen ők vannak kisebbségek? Hát na jó, de... Tehát, hogy az történik, mondom, aki használni akarja tényleg ezt a rendszert, az egyszerűen a kis targeteket ignorálni fogja. Tehát ennyire nem könnyű. Akkor lehet egyébként minor blacklistelni? Bármit, tehát mindenki azt sem, amit akar. Ez egy protokoll van, referenci implementációja. Tulajdonképpen kvázi ilyen pure demokrácia. Tehát... Itt csak akkor működik ugye az egész, ha legalább a többség ugyanazt fogadja el. De igen, például van olyan miner, aki elfogad nem standard tranzakciókat, majd később erről lesz szó, van, aki nem fogad el. Tehát a minerek általában eléggé a saját kedvükre így át szokták írni a kódot. Tehát az már úgy nem teljesen standard. De úgy nagyjából mégis mindenki ugyanazt. De ez olyan, mint itt így a pénz, tehát hogy a dollár lehet, hogy nem jó példa, mert a dollárt azért használják az emberek, mert az amerikai állam elfogadja, de mondjuk az ilyen börtönökbe kialakuló, mondjuk ilyen cigarettát használnak pénznek, az is azért működik, mert mindenki elfogadja. Tehát
tulajdonképpen ez is azért működik, mert mindenkinek érdeke, hogy működjön. Jó. Itt van akkor ugye ez, amire volt kérdés, hogy mi van, hogyha nagyon rövid időn belül ketten találnak blokkot, akkor egy ilyen ideglenes elágazás történik, és pont ezért az ilyen elfogadott szokás, hogy úgy hat ilyen blokkot szoktak megvárni, mielőtt úgy gondolják, hogy a tranzakció az úgy most már tényleg kőbe van vésve. Nyilván attól függően, hogy mekkora értékű tranzakcióról van szó, nagy értékű tranzakciónál tényleg kivárják ezt a mondjuk átlag egy óra időtartamot, és ha valaki csak egy kávét vesz, akkor ott nem éri meg csalni, meg nagyon sok energiájába kerülne csalni, most egy kávéért nem fognak, akkor nem várják meg ezt a... Mert akkor ha a tranzakció az úgy jön létre, hogy valakinek fizetek, és akkor annak még ötször kell hatottatnia valahogy? Nem. Tehát, hogy ha beépül a tranzakció egy blokkba, de ugye lehet, hogy mindjárt el fog ágazni, és mégse az a blokk fog nyerni, és azért azt várják meg, hogy utána a láncban legyen még 6 blokk. Tehát itt a tranzakció fölfelé épül, egy blokk, két blokk, három blokk, négy blokk, öt blokk, 6 blokk. Ez 6 tranzakció, nem? Nem, ez 6 blokk. 6 blokk. Tehát ha már 6 blokk van, ami ilyen valid, akkor úgy gondolják, hogy már nagyon kicsi az esélye annak, hogy ez még alatta 7-nél lejjebb fog elágazni. Ez ki van számolva, hogy ez nem egy ilyen hasonlésszerű szám, ez a 6, hanem erre van egy ilyen valószínűségszámít, ilyen egyszerű valószínűségszámítás, hogy miért ennyi. És itt például vannak, ugye az egyik ilyen kritika, hogy ez ilyen nagyon sokat kell várni, a 10 perc várakozás is sok, mondjuk, hogyha egy kávézóba akarok fizetni, tehát már egy blokk is, de ha meg egy órát kell várni az ebédemet, hát az már egy teljesen rossz. És ezért így vannak ilyen alternatív coinok, ahol ezeket a paramétereket így kicsit átírták, mondjuk 10 perc helyett 2,5 percenként van egy blokk. De igazából, ha ezt a valószínűséget számolja az ember, akkor a 2,5 perces blokkoknál annyival több blokkot is kell várni, hogy ugyanazt a biztonságot kapja meg az ember az elágazáshoz, legalábbis ez a hivatalos mondás. Tehát, hogy az, hogy sűrűbbre vesszük mondjuk a blokkokat, az nem segít az ember, akkor az elágazás esélye is megnő. Jó, akkor tehát ez a difficulty. Itt igazából az van, hogy ez egy szám, ami ezt a... Ugye a hash az 32 bájtos, és akkor azt szokták megmondani, hogy hány nulla legyen az elején, körülbelül. És ezt egy ilyen másik számmal szokták elkódolni, valamilyen misztikusoknál fogva, ami lényegében a legmagasabb lehetséges nehézség, tehát a legkevesebb nulla a 32 bájt elején, az egy, hogyha egy ilyen big-endian számnak értelmezem, akkor az egy 256 bites szám, osztva az aktuálissal. Igazából ez teljesen mindegy, de valamiért így kódolják el. És igen, és igazából nem két hetente állítják, hanem minden 2016. blokknál, ami hogyha tényleg 10 percenként van egy blokk, akkor az kb. Két hét. Úgyhogy sajnos ez bele tud kerülni egy ilyen loopba, hogyha hirtelen nagyon megnő, vagy nagyon lecsökken az összhálózat számítási kapacitása, akkor ez a 2016 blokk, ez lehet sokkal rövidebb, vagy sokkal hosszabb idő is, mint két hét. Tehát ha például egy ilyen nagy számítási kapacitás itten kivesznek a rendszerből, akkor egyrészt sokkal nehezebb lesz blokkokat tenni, tehát 10 percig megnő, mondjuk akár egy órára is megnőhet extrém esetben átlagban, és akkor ez a két hét is megnő, tehát akkor így nem lesz agyusztálás se sokáig. Tehát ez egy ilyen tervezési hiba szerintem, hogy nem tudom, lehetne például folyamatosan egy ilyen exponenciálisan súlyozott mozgó átlag szerint állítani, valamiért ezt így csinálták. Ez egy ilyen veszély, hogyha ez a nem túl valószínű eseménybe következik. De volt rá példa, hogy kicsit lelassult, és akkor nem két hét volt, hanem három hét, vagy négy hét. Jó, és akkor ez is már volt kérdés, hogy ha valaki egy ilyen
könnyebb utat akar választani, azt csinálhatja, de a többiek nem nagyon fogják elfogadni, mert ez a ökölszabály, hogy összeadják ezeket a nehézségeket a teljes láncra, és azt fogadják el. És ez viszont azt is jelenti, ez a szabály, hogy elméletileg meg lehetne azt csinálni, hogy valaki titokba összegyűjt egy óriási számítási kapacitást, és ezzel a titokba elkezdve egy nagyon régtől elágasztatni. Ugye, ha több mint 50% számítási kapacitás van, akkor egy idő után be tudja hozni a többieket, és akkor a legvégén előáll egy ilyen teljes új lánccal, és akkor a mostani szoftverek azt fogják elfogadni, ami ilyen kicsit ilyen furcsának tűnik. Érzik is a fejlesztők, hogy furcsák, úgyhogy most már raktak bele ilyen checkpointokat, hogy nem tudom, mondjuk ami fél éve történt, azt elfogadjuk kőbevésetnek, hogy ez ne fordulhasson véletlenül se elő, hogy így hirtelen régebbről ágazik szét ez a lánc, mint fél év, ezért vannak benne ilyen periodikus checkpointok, de ez csak egy ilyen biztosítás tulajdonképpen. Jó. Akkor ha valaki akar írni mondjuk egy ilyen, mondjuk ezt a blockchain-t így nézegetni akarja otthon, ugye meg kell, hogy legyen valahogy az adat. A legegyszerűbb, hogyha elindítja az ember a hivatalos klienst, az így letölti az egészet, amikor elég sokáig tart, úgyhogy praktikusabb így a torrenten keresni egy ilyen nem túl régi verziót, és csak az update-eket csinálni hozzá, mert ez így 2 hétig tud töltögetni legalább. Azt hiszem gyorsítottak egy kicsit az új változatba, hogy először csak a feléceket tölti, és ez sokkal kisebb adat. De... Szóval, hogy ezt ilyen fájlokba tárolja, ez a szoftver, és nagyjából az van a fájlokban, amit így korábban is mondtam, annyi, hogy az elején van egy ilyen, minden blokk előtt egy ilyen magic 4 byte, utána van a blokk hossza 4 byte-on, és utána maga a blokk úgy, ahogy korábban mondtam. Sajnos néha vannak közötte ilyen 0-es byte-ok, amiket így ügyesen át kell ugrani, nem tudja az ember, hogy mennyi van belőle, mert ahhoz nincs ilyen hossz, ezt így nem tudom, hogy miért van, te nem túl logikus. Csak ebbe így belefutott az ember, hogy megírja a parszert, és akkor csodálkozva látja, hogy hopp-hopp, egy idő után elromlik. Az azért van, mert vannak benne ilyen random nullás. Tessék? Robert DB-s adatbázis. Nem, ez itt semmi adatbázis. Egymást nem vannak a blokkok, tehát még nincs adatbázis. BLK-n adatos felfogalmas szó. Igen, ez a blokk, blokk. Tehát ezekben nincs semmilyen szofisztikált struktúra. Ennyi, hogy egymást nem vannak a blokkok, csak néha két blokk között van véletlen számú nulla byte. De tudom, használom adatbázis. Igen, de mindenfélét használ, mert hogy ugye ebbe elég rosszul lehet keresni, majd látni fogjuk, mert annyira spóroltak a bájtokkal, hogy így nincsenek olyan jó használható indexek benne. Persze másrészt meg annyira nem spóroltak, mert ilyen 4 bájtos verziószámok vannak, amik 1 meg 2, tehát ez is kicsit ilyen furcsa. Hát az oké, csak hogy azt nem értem, hogyha ott lehet pazarolni a bájtokat, akkor lehetett volna így olyan helyen is pazarolni bájtokat, amitől mondjuk így 100-szor gyorsabb lehetne így a használata az adatnak. Jó. Na, akkor Bitcoin címek. Tehát azt mondtam, hogy a címek azok egy ilyen nyilvános titkos kulcspárnak felnek meg. És az, hogy a miénk a cím, az azt jelenti, hogy tudjuk a titkos kulcsot. Tehát ha 2 ember tudja a titkos kulcsot, vagy 3, akkor bármelyikük el tudja költeni arról a címről az ott levő pénzeket. Jó, egy felhasználók lehet akárhány ilyen címe, és egy címen lehet akármilyen mennyiségű ilyen pénz. A leptikus gőbékről még nem beszéltem, de azt kell tudni, tehát a private kulcs az tulajdonképpen egy véletlen szám 1 és körülbelül 2-256-on között. Tehát nagyon könnyű generálni új kulcsokat, mert egyszerűen dob az ember egy pseudo véletlen számot. És ehhez a hozzátartozó nyilvános kulcs az egy pont az elliptikus görbén,
aminek így két koordinátája van a legegyszerűbb reprezentációban, egy x meg egy y koordinátája, amik tudnak egy egyenletet, mondjuk a Bitcoin esetén ez az egyenlet, ez a y négyzet egyenlő x kör plusz 7. Ezt az egyenletet tudják. Ez egy nagy prímrendű véges testben van. Majd ha lesz idő, akkor elmondom részletesebben is a végén. De most elég ennyit tudni. És a cím, talán elfelejtettem leírni. Szóval a cím az a nyilvános kulcsnak egy hash-sel lényegében. Ez kimaradt. Sajnos van egy ilyen kis történelmi bénázás, hogy egy titkos kulcshoz két cím tud tartozni, mert ezt a nyilvános kulcsot az elején az XY koordinátákkal reprezentálták, de emiatt az egyenlet miatt az X koordinátából ki lehet számolni az Y koordinátát, illetve plusz egy bit információ kell, mert a Y négyzet miatt két megoldás lesz. De ezt valamiért így csak később vették észre, és csak akkor álltok át, hogy lehessen spórolni, majd a helyen látni fogjuk, hogy a tranzakciókban megjelennek ezek a nyilvános kulcsok, és akkor ott lehet spórolni egy plusz 32 byte-ot, hogyha ezt a kompaktabb reprezentációt használja az ember. De az elején még ezt nem vették észre, és ezért két cím tartozik mivel a reprezentációnak a hash-éről van. Szóval két cím tartozik egy titkos kulcshoz. Ez megint egy ilyen buktató, ami nincs így agyon dokumentálva. Elég sok ilyen buktató van, hogyha az ember le akarja implementálni. Jó, pontosabban hogy néz ki? Tehát vesszük ezt a nyilvános kulcsot, ami két 256 bites szám lényegében, és akkor ezt elkódoljuk, vagy úgy, hogy egy 4-es byte, és utána az x meg az y koordinát, a 2x32 byte, vagy hogyha azt a kompaktabb reprezentációt csináljuk, akkor csak az x koordináta, és előtte vagy 2 vagy 3, attól függően, hogy a megfő y koordinát az páros vagy párosnak. Ennek kiszámoljuk ezt a 160 bites hash-ét. Tehát ez a kétfajta hash van a Bitcoinban, hogy vagy kétszer SHA-256, vagy egyszer SHA-256, és utána ez a return 160. Azt, hogy ez itt gondolom azért választotta a 160 bites hash-t, hogy maga egy cím az olyan rövidebb karaktersorozat legyen, mondjuk kiférjen a képernyőre, vagy valami. És gondolom azért választott ilyen dupla hash-eket, hogyha esetleg történik valami az egyik hash-függvénnyel, akkor még a dupla hash-eknek jó esélye van még túlélni egy ilyen jövőbeli támadást. Jó, akkor tehát van ez a 160 bites hash-ünk, 20 byte, de elég kell rakni egy ilyen verzió byte-ot, ami a sima Bitcoin címekre nulla, vannak másfajta címek is, azokra más, vagy más coinoknál ugyanezt a módszert használják, csak más byte-ot raknak oda legelőre. Akkor ebből számol egy ilyen checksumot, ami megint a dupla SHA hash, és abból veszi az első 4 byte-ot. Állítólag ez nem egy olyan okos checksum módszer, de gondolom ezt így könnyű volt így már berakni. És utána akkor veszük ezt a stringet, hogy tehát ez a verzió byte, ami nulla, ez a 160 bites hash, és ez a 4 byte-os checksum, és akkor ezt ez a B58 elkódolásra egy ilyen ASCII karaktersorozattá alakítjuk, hogy így ezt lehessen így copy-paste-elgetni. Tehát ez egy ilyen körülbelül 50 karakteres string, amiben ilyen kisbetűk, nagybetűk meg számok vannak. Azért B58, mert hogy nem akarta az egyes I meg L betűt így egyszerre használni, mert az így különböző fontokban így nagyon hasonlóan néz ki, és akkor szegény felhasznál volna, hogy félrenézze. Úgyhogy ez egy jogos gondolat. Ez tulajdonképpen az, hogy átírjuk ezt a bit sorozatot egy ilyen nagy számmá, és akkor 58-as számrendszerbe férje az ember, és akkor van egy táblázat, hogy melyik betűt felel, meg melyik 58-as számrendszer pedig számjegynek.
Az egyessel fog kezdődni ez a string, ez azért van, mert nullát, azt a nullás byte-ot oda raktuk. Tehát ez a plusz előnye is van, hogy a verzió byte-tól függően viszonylag jól predikálható módon egy vagy két fajta karakterrel fognak kezdődni ezek a stringek. Tehát ha ránéz az ember, akkor rögtön látja, hogy ha egyessel kezdődik, akkor egy bitcoin cím, hármassal kezdődik, akkor ez a másik fajta bitcoin cím, ha nem tudom, mivel kezdődik, akkor ilyen cím, meg olyan cím. Jó, tehát a cím, az tehát egy hash, a nyilvános kulcs hash-e, tehát annak egy elkódolása. Ennek annyi előnye van, hogy amíg nem használt az ember egy címet, tehát csak kapott rá pénzt, de még nem költött, addig ez a nyilvános kulcs védve van a hash által, tehát nem elég a elliptikus görbe kriptográfiát feltörni, hanem még a hash-t is föl kell mellé törni, aminek ugye az együttes esélye elég kicsi. Ha már küldött az ember tranzakciót arra címről, akkor már nem védi a hash, mert akkor bekerül a nyilvános kulcsa public sorolatba. Ez is ezért az a mondás, hogyha valaki nagyon biztos akar lenni, akkor így ne használjon egy címet egynél többször. Nyilván, ha ez nem minden esetben működik, mert ha valaki mondjuk ilyen adományokat vár egy címre, akkor tipikusan az folyamatosan küldenek rá, és ő folyamatosan költ róla, és akkor ott nem lehet, hogy minden nap kicseréli az adomány címet a honlapján, de ilyen hétköznapi felhasználásnál ez viszonylag jól működik. Még a címekhez kapcsolatban még az elején mondtad a tranzakcióknál, hogy befolyik 0203, és ugye kifelé, a TX out is ugye összességében ugyanannyi kell, hogy legyen, kivéve, hogyha hát a kevesebb, akkor meg valami tranzakciós díjjel. Igen, a különbség. Valakinek. Annak, aki találja a blokkot. Ja, tehát a miner, akinek megvan az ő tranzakció halmazza, amit bele fog rakni a blokkba, akkor ő végig számolja, hogy mennyi a kimenet-bemenet különbség. Az lesz az összes tranzakciós díj, tehát azt ő meg fogja kapni, hozzáadja ezt a rewardot, amiről mindjárt szó lesz, ami most 25 bitcoin, és ezt a kettő összegét fogja magának utalni. És akkor mindenki más is le fogja ellenőrizni, hogy a blokkba ez stimmel-e. És ha nem stimmel, akkor nem fogják elfogadni. Tehát alapvetően mindenki a blokkokat, hogyha így biztos akar lenni, akkor magának le tudja ellenőrizni, hogy azok minden feltételnek megfelelnek-e, és ha nem felel meg valamelyik feltételnek, akkor azt így ignorálja. Jó, akkor menjünk bele ezekbe a tranzakciókba. Tehát egy tranzakciónak van több bemenete és több kimenete. Egyetlen kivételtől eltekintve mindig legalább egy bemenet és legalább egy kimenet kell, hogy legyen. A bemenetek azok korábbi tranzakciók kimeneteire utalnak vissza, mint ahogy ott a legelején fogok visszatekerni, az elején volt az ábra. Igen. Tehát a T betűsök a tranzakciók, T mint tranzakció, és akkor befelé is jönnek, meg kifelé is mennek, és megtartják az összeget, most moduló ez a tranzakciós költség. Igen. Na jó. Köszönjük. Jó, és tehát a bemenetekre ott kicsit nehéz erről beszélni, mert ilyen saját maga farkába harap ez a rendszer, de azért megpróbálom. Tehát a bemeneteknél be kell bizonyítani, hogy jogosultak vagyunk elkölteni azokat az összegeket, külön-külön mindegyik bemenete. És a kimeneteknél pedig mi szabjuk meg, hogy aki majd el akarja költeni, az mit kell, hogy bizonyítson. Ez mondom tipikusan az, hogy így birtokában van a megfelelő titkos kulcstag, de igazából bármilyen más fajta feltételt is lehet ide rakni. Van erre egy ilyen kis script nyelv, amivel ilyen feltételeket lehet definiálni. Majd erről mindjárt lesz szó. Van ez a speciális tranzakció, amit már mondtam, az első tranzakció minden blokkban, ami hívnak generation tranzakciónak, vagy néha coinbase tranzakciónak, aminek nincsen bemenete. Tehát ez az a módszer, ahogy keletkezik ezek a pénzegységek. És akkor ez ezt a két szerepet tölti be, hogy egyrészt egy ilyen jutalmat ad a bányászoknak, mert ugye az elején még így kevés tranzakció volt, meg mindig kevés tranzakció van, és kevés a tranzakciós díj,
Tehát az nem fedezné mondjuk önmagában az ő áramszámlájukat, vagy hardware költségüket. És akkor az elképzelés, hogy ezt a... Ja igen, és a másik, hogy így lehet létrehozni a pénzt, tehát tulajdonképpen nyomtatni. És akkor ez a gondolat, hogy ez a nyomtatás ez így lecseng idővel, és a tranzakciós költségek meg, amiatt, hogy egyre több tranzakció lesz így, még ha egy tranzakciónak a költsége viszonylag konstans is, az a elképzelés, hogy egyre többen használják a rendszert, akkor az meg így szőlni, és akkor ezek így vagy kiváltják egymást. Ez a elképzelés. És akkor, tehát, hogy igen, és valahogy ennek a kezdeti pénzegység elosztását is valahogy ez a dolog adja. Tehát ugye amiatt, hogy van ez a lottó, ezért így olyan arányban, amilyen arányban tudnak nyerni a minerek, olyan arányban oszlik közöttük szét az a kinyomtatott pénz, amit aztán ők valószínűleg így eladnak, hogy fedezzék az áramköltségüket, meg a hardware költségüket, és akkor úgy így terítődik szét így a felhasználók között ez a frissen keletkezett pénz. Jó, itt van egy pár ilyen standard tranzakció típus, meg egy ilyen komplet script nyelv, de az így nem nagyon van használva, mert így a standard kliensekben így ezek így le van tiltva minden, ami nem az a pár standard típus, mert nagyon félnek, hogy olyan komplex ez a rendszer, hogy valaki talál benne valami kis hibát, akkor hirtelen nagy problémák lennének a kis emberek pénzével, és ezért iszonyú konzervatívak a fejlesztők, és így nagyon leminimalizálták egyelőre ezt a dolgot. De mondom, igazából a bányászok CPU arányban szavaznak a protokollról is, mert hogyha a többség elkezdi elfogadni a valami újfajta tranzakciót, akkor ez el lesz fogadva. És van is ilyen, hogy van mint én, 10%, aki elfogadja a nem standard tranzakciókat, és akkor ha valaki ilyet akar küldeni, akkor megteti azt, hogy rögtön neki küldi. Az nem fog bekerülni 10 percen belül a blogba, mert náluk csak mondjuk 10% van, tehát tipikusan akkor 10-szer annyi ideig kell várni, hogy bekerüljön az a tranzakció a chainbe, de egyszer majd be fog kerülni, és akkor így lehet ilyen kísérletezni az ilyen furcsább tranzakciókkal. Jó, ez csak egy ilyen felvillantás rég, meg mondom, nem is nagyon látszik ezen a felbontással. Szóval van pár ilyen honlap, ahol lehet nézegetni ilyen interaktívan ezt a blockchaint. Ez az egyik, ez a blockexplorer.com, amíg a blockchain.info, ahol kicsit más formátumban, de ugyanezeket az adatokat lehet nézni. Tehát itt csak ráklikkeltem egy teljesen véletlenszerű tranzakcióra. Ennek három inputja van, két outputja. Igen, visszautal a három input van fő, és akkor ott bal oldalt van az előző tranzakcióknak a hash-e, amire így visszautal, illetve az 1-1-0 ott a végén az, hogy annak melyik outputjára utal vissza. Itt vannak a bizonyítékok, hogy tényleg mi birtokoljuk a megfelelő nyilvános kulcsot. Itt teljesen véletlenül csak utólag vettem észre, de itt egy címre érkező három különböző tranzakciót összegét egyszerre költi el. De ez csak véletlen. És az egyik magának vagy vissza. És valóban az egyik magának vagy vissza ugyanerre a címre. Ami... Hát ez a maradék. Hát valószínűleg igen, ugye nem, igen, lényegében igen. Ez az, amit azt mondják, hogy nem ajánlott, hogy ugyanarra a címre küldje vissza az ember, tehát az ilyen standard szoftverek ilyenkor mindig generálják egy új címet, és arra fogják küldeni. Jó, és itt meg a feltételek vannak, hogy lehet elkölteni, ami egyszerűen az a feltétel, majd azt megint részletesebben látni fogom, hogy a megfelelő címekhez tartozó titkos kulcsal kell aláírni. Jó, ez ugyanaz az információ más formátumban, igen? Gondolom, hogy szaporodnak a címeim, ezeket valahol tárolnunk kell. Igen, ez így van, ezt mindenki olyan formában tárolja, ahogy akarja. Van
mondjuk 4-5 fajta ilyen client szoftver, és azoknak mind van ilyen funkciója, hogy ezeket tárolja, de lehet akár papíron is tárolni. Soha nem merem kiirtani a régi, nem használt pénztárcáimat, mert hátra egyszer küldöm, aki bele pénzvéletlenül látszol. Igen. Szóval azt hívják általában pénztárcának, ami sok cím és sok megfelelő kulcs listája tulajdonképpen, és ezeket a szoftverek karban tartják az ember helyett. De nem muszáj ilyen szoftvert használni, mondom, papíron is lehet. Tehát tulajdonképpen csak a titkos kulcsokat kell tudni, illetve azt az egybit információt, hogy a két cím formátumból melyiket használja, és ebből így mindent. Tehát az ember kinyomtatja ezeket a titkos kulcsokat papírra, ugye a két lehetőséget még végig is lehet próbálni, és azt berak egy páncélszekrénybe, akkor az ott jól el van, ha valaki ilyen hosszú távon akarja tárolni. Jó, akkor hogy néz ki egy tranzakció? És van egy formátuma, van egy verziószám, egy, van, hogy hány inputja van, ez egy ilyen változó hosszú egész szám, egy ilyen saját formátumuk van. Hogyha mit tenni, 254-nél kisebb, akkor 1 byte, ha nem, akkor van egy 0xFF, és utána 2 byte, ha abba se fér bele, akkor nem tudom, 0xFF, és utána 4 byte, szóval van egy ilyen saját formátum, hogy tipikusan azért kevés tranzakció van, tehát vagy legalábbis az elején kevés volt. Ez a pár százas nagyságrend, az hihető. Tehát néha befér 256 alá, és akkor lehet spórolni egy bájtot. Jó, utána föl vannak sorolva ezek a bemenetek, utána van a kimenetek száma, föl vannak sorolva a kimenetek, és van még egy ilyen speciális mező, amit itt nem nagyon használnak. Ennek az lenne a szerepe, hogy ez egy ilyen feltétel, hogy csak a jövőben lehet majd ezt a tranzakciót beépíteni az adatbázisba. Ezt ilyen bonyolultabb felhasználási lehetőségekhez tervezte bele, gondolom, a tervező, tehát amikor ilyen smart kontraktokat próbál az ember implementálni ebbe a rendszerbe, akkor ez hasznos lehet, de úgy hétköznap ezt nem használják. Jó, hogy néz ki egy input? Visszautal az előző tranzakcióra, annak a hash-ével. Ez az, ami megint szerintem egy kicsit ilyen szerencsétlen dolog, mert például legalább odaírhatnák, hogy melyik blokkban van, mondjuk 2 byte-on, és akkor kicsit könnyebb lenne megkeresni, mert most így naivan végig kell nyálazni azt a 18 gigabyte-ot, hogy vajon hol szerepel ez a hash. Lehet persze erre egy indexet építeni, de nem fog elférni a memóriában. Szóval ez egy nem olyan okos döntés szerintem. Most egyszerűen akkor ezért Google-ba bejön, és a Block Explorer-re megkérdezik. Na jó, de hogy amikor a szoftvernek, amit használ az ember, ott valahol ezt... De lehet rainbow táblát építeni. Hát lehet, csak mindent lehet, csak mondom így. Tehát azt sem, ha már így... Csak az első 4 byte-on indexeli az ember, akkor már nagyon szűkösen van a memória egy ilyen modern PC-n. Szóval... Itt elég okosnak kell lenni az implementáción, és ez könnyen kiváltható lenne, hogyha még 2 byte-ot odaraknának mondjuk a verzió byte helyett, hogy hányadik blokkban volt. Ott van peer-to-peer hálózatot, és meg lehet kérdezni, nem? Azok is megmondják, hogy van a... Hát, most már van ilyen, igen, de ugye ez azt jelenti, hogy mások ölnek erőforrást abba, hogy neked működjön, és akkor az lehetséges, hogy ők ezt ilyen pénzes szolgáltatásként fogják csinálni, mert nekik is fizetni kell az áramszámlát, meg a hardware-t. Igen, most már vannak ilyesmi dolgok, ezek már ilyen újabb fejlődések. Akkor van az, hogy annak a tranzakciónak hányadik kimenetére, tehát hogy ott volt mondjuk 3 kifelé mutató él, akkor egy index, hogy melyik. Van ez a Signature scriptnek először a hossza, aztán maga a script. Ez lesz a bizonyítás, hogy mi jogosak vagyunk elkölteni azt a kimenetet, amire visszautaltunk. És a végén van egy ilyen sequence number, ami az előző nem használt feature együtt nem használt feature. Tehát ha itt azt mondjuk, hogy ezt csinálunk egy tranzakciót, így
aláírjuk, de még nem küldjük be, hanem esetleg később lehet rajta módosítani valamit, mondjuk több bemenetet hozzátenni, valami másik fél. Tehát, hogy ez arra van kitalálva, hogyha valahogy több felhasználó együtt akar létrehozni egy tranzakciót, és akkor én így aláírogatom, és akkor átküldöm a szomszédnak, és majd ő majd holnap még hozzátesz valamit. Ilyesmire van ez kitalálva, és akkor ezt a verziószámot így lehet növelgetni még. Ez ilyen ügyvédi letétszerűség, nem? Tessék? Ilyen letétszerűségre lehetne használni. Hát sok mindenre lehet használni erre, de tehát ilyen elméleti példák vannak, de ugye gyakorlatban azért ez nincs annyira kihasználva. Ugye itt kicsit macerás, mert akkor ki kell építeni egy protokollt, hogy a három résztvevő fél mondjuk hogyan küldözgeti egymásnak ezeket a dolgokat. Tehát úgy bele van rakva a lehetőség, de még ezeket nem nagyon használják. Jó. Ez a signature script, ez tipikusan az esetek 99%-ában, amikor egyik címről a másikra utalunk, ez két dolgot tartalmaz, a nyilvános kulcsunkat, ami azért kell, hogy le lehessen előzni a digitális aláírást, és magát a digitális aláírást, ami nagyjából ennek az egész tranzakciónak az aláírás lesz a megfelelő titkos kulcsa, de hát nyilván nem lehet az egész tranzakció, mert hogy akkor önmagát is alá kéne írnia, és ilyen önmagát aláíró digitális aláírásokat nem ismerünk, meg nyilván ennek nem is lehet úgy logikusan ilyet csinálni. Úgyhogy majd később lesz egy kicsit részletes, hogy pontosan mi történik ezzel a tranzakcióval. Tulajdonképpen az történik, hogy a bemeneteket kidobjuk belőle, mert ott maguk az aláírások lesznek, és saját magát nem tudja aláírni. És viszont oda rakjuk a kimenetet, hogy az alá legyen írva, hogy milyen feltétellel lehet majd elkölteni. Tehát, hogy ne lehessen utána átmódosítani ezt a tranzakciót máshol. Azt hiszem. Jó. A kimenet az még egyszerűbb. Ott egyszerűen meg kell mondani, hogy mennyit küldünk arra felé. Ez ilyen fix pontos ábrázolással van. 8 hideges jegy van engedve. Tehát, hogy mondhatom azt, hogy 0,000003 bitcoint szeretnék küldeni. Ez még így elég sokáig elég lesz ez a felbontás, ha mégse lesz elég, akkor majd odaírják, hogy 2-es tranzakció verzió, és akkor 8 byte helyett mondjuk 10 byte-on fog értelmi. Szóval ez tulajdonképpen ezt értik az alatt, amikor azt mondják, hogy így végtelenül kicsi egységekre osztható a bitcoin, tehát nem baj, ha egy bitcoin mint $100,000 fog érni, mert el lehet osztani akármilyen kis darabokra, hát nem akármilyen kis darabokra lehet, de praktikusan akármilyen kis darabokra. És ha nem lenne elég, akkor nagyon egyszerű ezt növelni. Jó, és van ez a script, ami a feltételt tartalmazza, hogy a következő ember majd hogyan költheti el ezt a pénzegységet. És az fog történni, hogy majd jön valaki, akkor odaadja a kvázi bizonyítást, akkor azt össze, az is egy ilyen script, bár ez egy nagyon egyszerű script, mert abban csak adat lehet, az így összekombinálódik ezzel a feltétel szkriptel, lefut, és hogyha azt mondja, hogy igen, akkor elfogadjuk, ha azt mondja, hogy nem, bármi más mond, akkor nem fogadjuk el. Jó. És, de amint mondtam, a hivatalos szoftver az nem továbbítja azokat a tranzakciókat, amik nem esnek abba kb. 6 darab standardizált kategóriába. Tehát nem csak, hogy a bányászok nem rakják be a blokkokba, hanem ez a peer-to-peer hálózatba a klasszikus nódok nem is továbbítják ezeket. Jó, van ez a speciális tranzakció, amit mondtam, ahogy nyomtatódik a pénz, és elnyeri a bányász a jutalmát. Ennek ugye nincs bemenete, és akkor így keletkezik a pénz, és osztódik el. Ez úgy van beállítva, hogy ez a jutalom így exponenciálisan csökkenjen, 4 évente feleződik, tehát az elején 50 bitcoin volt,
minden blokknak a jutalma, most már eltelt több mint 4 év, úgyhogy most már csak 25, akkor még 3 év volt 12,5, stb. És akkor, hogy ezt kiszumázza az ember, akkor az jön ki, hogy 21 millió bitcoinhoz konvergál az összes bitcoin, tehát ennél így nem lesz több. Persze lehetne, ha módosítanák a protokoll, de az senkinek nem érdekel, hogy higuljon az ő kis bitcoin gyűjteménye, úgyhogy nagyon valószínűtlen, hogy ezt módosítanák. Mert ugye mindenkinek meg kell egyezni egy módosításhoz. Jó, és ebbe is, ugye ennek nincs inputja, de azért ott van egy ilyen input jellegű mező, amit emiatt is szabadon ki lehet tölteni, és akkor oda szoktak írni ilyen plusz, ilyen szabadon módosítható mezőt, hogy kevés már ez a 4 byte, amit eredetileg a fejlészbe raktak. Most már berakják a blokk magasságát, hogy hányadik blokk a kiindulástól kezdve. Szoktak néha szavazást tartani, tehát amikor így egy új feature-t be akarnak vezetni, de mondjuk nem teljesen egyértelmű, hogy ezt mindenki akarja, akkor megkérik a bányászokat, hogy akkor mostantól itt én 3 hónapon át, vagy egy adott időpontban így mindenki rakja bele a szavazatát, minden bányász ebbe a felnétbe rakja bele az ő szavazatát, és akkor utána összesítik, és ha megvan a kellőszámú szavazat, akkor megcsinálják a változtatást, ha nincs meg a kellőszámú szavazat, akkor nem csinálják meg. Ez ilyen elég ritkán van, de volt rá példa, tehát. Bocsánat, az a 25 BTC jutalom, igen. Az blokkonként ért, nem? Igen. Tehát aki bődletesen sok, de bődletesen kicsi esély van arra, hogy az ember megkap egy blokkot. És igazából az... 10 percenként azért mégiscsak keletkezik. Igen, tehát most ugye még abban a fázisban vagyunk, amikor folyamatosan nyomtatódik az új pénz. Ugye nem lehetett ráborítani az elején arra a 3 felhasználóra a 21 millió bitcoin, mert akkor így is elég egyenletlenül van ez elosztva a társadalomban. Hát még ha rögtön egy kész kezdeti egység, tehát ha rögtön az egészet kinyomtatták volna, akkor még egyenletlenebb lenne. Ez bődületesen sok, de másrészt iszonyú kicsi az esély, hogy valaki nyer, ezért nem is azt csinálják, hogy így szólóba mining volnak otthon az emberek a kis számítógépükkel, mert akkor így soha nem nyernének gyakorlatilag, tehát egy emberi élet lemehetne, hanem összeállnak ilyen úgynevezett poolokba, mindenki bedobja a közösbe a számítógépét, mindenki ilyen csinálja a hash-eket, ugye nyilván nem ugyanazzal a paraméterrel hash-ek, hogy nehogy ugyanazt számolják. Ha valaki nyer, akkor így elosztják a jutalmat, mérik, hogy nagyjából milyen arányban volt a CPU elosztva, erre különböző ilyen standard módszerek vannak. Gyakorlatilag azt csinálják, hogyha valaki talál egy olyan hash-t, ami nem elég kicsi, de azért kicsi, akkor ezt így beküldi a központba, és akkor, hogyha ilyenből, ez úgy van bejtve, hogy ilyenből azért más gyakrabban találjon, mondjuk pár másodpercenként egyet, és akkor azt összeszámolják, és azzal mérik, hogy kinek mennyi a teljesítmény, és olyan arányba szétosztják ezt a jutalmat. Ezzel az a baj, hogy ez nagyon összecentralizálódott, tehát most tulajdonképpen pár ilyen nagy pool. De ebben az esetben, hogyha én egy ilyen poolba beküldöm azokat, amik kicsik, de nem elég kicsik, és hogyha találok egy olyat, ami tényleg elég kicsi, ezt miért küldeném be? Azt hiszem, hogy azt csinálják, hogy nem adják oda a tranzakciók listáját neked, csak a fejlécet. Így nem tudsz egy blokkot előállítani saját magadnak. Azt de hiszem, hogy ez így... Én is ismerem azokat a tranzakciókat, de beküldött, akkor abból se lehet ki is. Hát valahogy annak így teljesen reménytelen, hogy pontosan ugyanazt a listát ismered, főleg mert ugye itt a legelső tranzakció az lesz, hogy szétosztják a megadott arányba, tehát az csak az üzemeltetője tudja a poolnak. Tehát akkor ezt is kérdeztem, hogy a nulladik tranzakció, ami ez a Coinbase tranzakció. Annak sok kimente lesz. Azt a poolnak az üzemeltetője, mint tudom én, ő állítja össze, igen. A generálja vagy és mindenki ezen a blokk, 80 bájtos blokkról dolgozik. Igen, igen. Persze, hogy előre meg kell, hogy satszolja, hogy ilyen... Hát vagy megsatszolja, így többféleképpen lehet. Van olyan, hogy azt is lehetne, hogy magának küldés, majd ő megígéri, hogy később így szétküldés, mindenki bízik benne. Azt hiszem nem így szokták csinálni. De igen, lehet, hogy megsatszolja az utolsó
fél óra vagy utolsó egy nap alapján. Erre minden pool kicsit máshogy működik, tehát hogy... De az a baj ezzel, hogy nagyon centralizálódtak ezek a poolok, tehát gyakorlatilag ilyen 4-5 ilyen nagy poolnak a kezében van a számítási kapacitás 90%-a mondjuk. És hát egyrészt itt az üzemeltető szavaz a résztvevők helyett, tehát ha valami szavazni kell, akkor az az egy ember fog szavazni a mások helyett is, ami azért itt már kicsit necces. Demokrácia. Képviseleti demokrácia, pontosan. Másrészt meg... Szilikon alapú. Másrészt az a baj, hogy hogyha nagyon-nagyon nagyra nő az egyik pool, tehát ilyen 40%-ot már elér néha a legnagyobb ilyen pool, és azoknak az üzemeltetői valahogy nem teljesen tisztességes emberek, az derült ki, tehát ezt mondom úgy, olyan csalni anyagilag nem éri meg, de például olyat csináltak, hogy majd lesz szó ugye ezekről az altcoinokról, már nem olyan sokára, kicsit lassú vagyok, hogy az ilyen altcoinoknak sokkal kisebb az összhálózati kapacitása, de egy csomó ugyanezt a hash-elő módszert használja, mert csak ilyen kevés dolgot írtak át a forráskódba. És olyat csináltak, hogy betámadtak egy ilyen altcoint, mert hogy neki konkurencia, mert hogyha ők egyszer csak így átvennék, akkor a bitcoin elértéktelen lenne. Tehát az ilyen konkurencia, és így betámadták őket. És mivel arányaiban, ami itt 30%, az ott mondjuk 200%, ezért azt így le lehet így nyomni. Szóval, hogy ezzel vannak ilyen problémák, ezzel a centralizálódással. Erre van valami elméleti megoldás, ami egy ilyen elosztottabb pool, ilyen peer-to-peer pool, de az valahogy nem terjedte annyira, meg lehet, hogy egy kicsit lassabb, és amiatt nem terjedte. Arra van valami beszélés egyébként, hogy mondjuk hány miner van a világon, és egyetlen hány felhasználó a bitcoin sémának? Azt lehet tudni, hogy hány ilyen teljes nód fut, tehát ami egy teljesen implementált nód, akinek megvan a teljes adatbázis, és abból nem fut olyan sok, tehát ilyen 5000 és 10000 között azt hiszem, és az így csökken, mert hogy egyre több erőforrást fogyaszt ez a szoftver, tehát az ember otthoni számítógépén már azért érzékelhető, ugye Winchesterben nem fogyaszt olyan sokat, mert ez a 20 GB még elfér, de folyamatosan ellenőrizni kell a tranzakciókat, a hálózati forgalom által elég nagy, tehát ezeket küldözgetik, ezeket a blokkokat, tehát hogy ott, ha valaki egy ilyet üzemeltet, akkor mondjuk a sávszél költsége az nem triviális, meg valamennyi áramköltsége is van, szóval ez sajnos csökken. Felhasználó, azt lehet tudni, hogy itt hány olyan cím van, amin nem üres, tehát ami van pozitív összeg. Azt hiszem, hogy felhasználóban ilyen 1 és 10 millió közé beslik, de most ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Meg ugye nem lehet tudni, most egy embernek akárhány címe lehet. Tehát, azt lehet tudni, van ez a Blockchain Info nevű honlap, ami ők nyújtanak egy olyan szolgáltatást, hogy ilyen online wallet, tehát az ember így. És ők úgy csinálják ezt, hogy nem kerül hozzájuk így az ember private kulcsa, tehát még nagyon bízni se kell bennük, és akkor az egy ilyen kényelmes, mint hogy a Gmail kényelmes e-mail, egy ilyen online wallet kényelmes tud lenni. Kérdezhetek a tranzakciót így is? Igen. Ez akkor előbb be van kalkulálva a rendszerbe, tehát még veszek egy pizzát, akkor mindjárt picivel többet kell fizetni? Nem, ez önkéntes alapon megy. Tehát te mondod meg, hogy mekkora tranzakciót ilyet akarsz fizetni, nullától akármeddig. Az van, hogy nyilván annál jobban motivált egy ilyen miner beépíteni ezt a tranzakciót az ő következő blokkjába, minél nagyobb ez a díj. Tehát a nullás az nem biztos, hogy be fog épülni. Általában beépülnek a nullások is, de nem a következőben, hanem mondjuk egy nap alatt, amikor már így lefogy. Amikor üres járat van, akkor berakják, de ha így sok tranzakció van, akkor nem rakják bele. Ez egy korrupciós pénz, amit vissza kell. Igen. A most elfogadott tranzakciós díjak valahol 2 és 10 forintnak megfelelő összeg között mozognak, függetlenül értéktől. De mondom, általában nullával is meg lehet úszni, csak lehet, hogy türelmesebbnek kell lenni.
amilyen lelkes vagyok, és egy nagyobb mennyiségű tranzakciós díjat csapok hozzá a tranzakcióimhoz, azzal kvázi nem tudom eltéríteni az egyik irányt. Úgyhogy akkor azok hamarabb be fognak épülni a blockchain-be. Na jó, de amúgy is hamar beépett. Egyelőre nincs olyan sok tranzakció, hogy versenyezni kelljen. Nem most probléma, hanem hogyha ténylegesen sok tranzakció lesz, hogy merre megy a fő irány. Sok tranzakció. Hát a fő irány, az irányt nem nagyon lehet eltéríteni, tehát itt az lehet, hogy akkor azt előbb fogják venni a listába. Tehát ha várólista van, akkor a tiédet hamarabb beépít. Na jó, igen? A tranzakció kimenetei azok hogy vannak összekötve a címmel, aki kapja a pénzt? A mindjárt. Gyorsan meg összetérve ez a cryptocurrency háború, hogy betámad a bitcoinos valaki, mert hogy ez azt akkor nyilván csak a bitcoinhoz hasonló kriptoalgatókat érjük. Hát itt ez a hash, nincs kripto, ez csak a lottózás. Tehát hogy... az S2-t a talapot. Igen, a dupla S. Pont ezért mondjuk egy Litecoin, ami kriptoalgatókosan... Azt nem lehet, de most hogyha valaki épít egy nagy Litecoin mining rendszert, akkor ő be tudja a kisebb script alakúakat azzal támadni. Jó, oké. Okay. Tehát most már vannak arra is ilyen asicárom körök. Tehát ilyen célspecifikus. Arra sem szót csinálni. Igen. És hogy ilyen memóriával? Ha magányos bányász vagyok, akkor nem csak a nonce értékkel tudok játszani, amire próbálgatom a test, hanem milyen tranzakciókat válogatom. Igen, így van, de az lassan. Lehet, hogy ezzel gyorsabban célhoz jutok, nem? Nem, mert azt akkor többet kell számolják. Tehát azt kell csinálni, hogy növelsz egy 4 bájtos számot, és újra hash-elsz. Ennél gyorsabban nem tudod változtatni a tranzakciókat. Újra kell számolni a hash tree-t. Igen, tehát ez a leggyorsabb. 32-en fél lehetőség. De ezért mondtam, hogy ebben az első tranzakcióban van szabad hely még rakni több lehetőséget. De igen, hogyha elfogyna a lehetőség száma, de emiatt nem fogy el, akkor csináltad ezt, hogy itt megcserélsz két tranzakciót. De nem fog elfogyni, mert de az sokkal alsóbb lenne, szóval ezt nem csinálj. Na, megpróbáljuk, mert fogy az idő, hogy a lényeg fél elindulni. Tehát, hogy van ez a script nyelv, ami egy ilyen iszonyú, egyszerű, ilyen stack alapú, nem Turing complete nyelv, ilyen false jellegű, hogy valaki ezt ismeri egy kicsit. Először lefut a bizonyítás, ami tulajdonképpen semmi másból nem áll, mint adatot rak a stackre. És utána lefut a feltétel, ami ellenőrzi, hogy ez az adat megfelel a feltételnek, ugye lesz egy példa. És igen, és minden tranzakciónak van legalább egy bemenete, és azt alá kell írni, ezért az egész, ez a kimeneti script is benne lesz abban a bájszolatban, amit aláírunk, tehát nem tudja valaki más megváltoztatni. Ugye azt mondtam, hogy csak egy tranzakciót aláírom ezen a számítógépen, és broadcastelem. De ezt nem tudják átírni valami köztes emberek, mert hogy digitálisan el van írva. Kivéve, ha vannak olyan... Tehát lehet feltételnek mondjuk azt is szabni, hogy találj egy olyan stringet, aminek ez a 160 bites hash-e. Ez mondjuk ilyen lehet egy ilyen utalom, hogyha valaki feltöri a SHA 1 hash-t, akkor jár neki X bitcoin, mert akkor el tudja költeni, de ott viszont már nincs aláírva, mivel ott nem szerepel az aláírás a feltételben. Tehát ha én csinálok egy ilyen SHA 1 föltörés ösztönző tranzakciót, hogy aki talál egy prémist ennek a hash-nek, az elköltheti, azt már magának kell beépíteni egy blokkba, neki kell kibányászni azt a blokkot, mert azt már át lehet írni, mert ott nincs aláírás. Szerintem ez nem így van. De, szerintem igen. De csak a signature-t magát nem írják alá. De nem, tehát ott nem szeretsz a feltételben, nem fog szerepelni a digitális aláírás egyáltalán. Mert az lesz a feltétel, hogy keres egy prémist ennek a hash-nek. Tehát nem lesz egyáltalán aláírás, ez a baj. Lehetett volna ezt okosabban is csinálni, de így csinálták. Ha az első helyes pozíció van, akkor már amúgy sem biztos csak néhány bitcoin kapsz, sokkal többet kapsz mást is. Tehát tudom, hogy első helyes még, vagy nem tudom. Jó. Van ilyen, szerepel ilyen SHA-1, meg SHA-2 collision jutalom tranzakció, van ilyen. De akkor neked kell kibányozni a blokkot, ha nem akarod, hogy lenyúljál.
Jó, itt egy ilyen példa, hogy hogy is néz ki. Tehát az első három sor az a bizonyítás script, tehát az a ennek a tranzakciónak, amiről most van szó, az inputja. Az alsó sorok az a feltétel script, tehát az az előző tranzakciónak az outputja. És így föntről lefelé ezek az opkódok. Tehát úgy kezdődik, hogy berakja a stackre az aláírást, és berakja a stackre a nyilvános kulcsot. Úgy nagyon nem is szokták elfogadni, ha bármilyen más opkód van itt ebbe a bizonyítás scriptbe, mint csak, hogy a stackre rakjunk adatot. Akkor jön a feltétel script, ez a szokásos címre utalás script, szóval megduplikálja a stack tetejét, ami a nyilvános kulcs volt. Kiszámolja annak ezt a 160 bites hash-ét, ami tehát ez a retempt 160-256. Tehát ez a nyilvános kulcsnak a hash-e lesz, ugye? Mondtam, hogy ez a cím. Akkor így rárakja a stackre a címet, amire én küldök. És akkor összehasonlítja, hogy ez a két szám ez ugyanaz-e. Tehát, hogy hogy hívják ezt? Tehát aki el akarja költeni, annak ott van a nyilvános kulcsa, és meg kell egyezni a hash. És akkor utána marad, ez kiveszi a stackről ezt a felső kettőt, tehát marad a signature, meg a... Lehet, hogy csak az egyiket veszi ki. Tehát ugye ott kell maradjon a signature-nek, meg a nyilvános kulcsnak, és akkor itt leellenőrzi, hogy stimmel a signature. És ez a scriptek 99%-a a könyvbe, az így néz ki. Jó. Ez az utolsó opkód, ez a signature ellenőrzés, ez így elég bonyolult. Itt van az, hogy ki kell törölni az inputokat, bemásolni az input helyére az outputot, van egy ilyen plusz egy byte, ami megváltoztatja a viselkedést. Igen. Itt ennek a folyamatnak így a részletein múlik az egyik módszer, ahogy van ez a transaction malleability, ami azt jelenti, hogy a tranzakció lényegét azt nem lehet módosítani, mert digitálisan alá van írva, de sajnos úgy van ez nem jól kitalálva, hogy meg lehet módosítani a tranzakciót úgy, hogy ugyanazt reprezentálja, de egy másik byte sorozat, amitől megváltozik a hash-e. Amivel az a probléma, hogy voltak olyan szolgáltatók, aki mondjuk így mondjuk egy bitcoin tőzsde, ahol lehet venni meg eladni dollárért bitcoin, és ha ők kiküldenek nekem egy pénzt, mert mondjuk eladtam, nem vettem bitcoin, és valaki közben mondjuk én ügyesen így elkapom, mielőtt elér a minerekhez, és átírom, hogy ugyanaz a tranzakció, csak más a hash-e, hogyha ők hash alapján nézik, hogy megtörtént-e már ez a tranzakció, akkor azt fogják látni, hogy nem történt meg, és akkor jó szolgáltatóként megpróbálják még egyszer elküldeni, és még egyszer, és akkor én sokszor meg fogom kapni. De ez persze csak akkor, hogyha ilyen bénán van implementálva. Hát ez volt a Mongosz, nem? Tudjuk, hogy mi volt ott pontosan, szerintem. De volt ilyesmi is. Volt ilyesmi is, de csak alap... egy tranzakció. Ja. Ott valószínűleg az történt, hogy így lenyúlt a fickó, aki ezt üzemeltette a pénzt, de ezt még szerintem senki nem tudja pontosan. Most volt egy testmaj az éjjel, amit a blogokat elemezgette. Ez a Willi vagy Wilki vagy hogy? Hát igen, de azért ez nem mindenki fogadja el, hogy ezt az úgy van. Na jó, haladjunk. Szóval itt van egy byte, amivel kicsit módosítani lehet a default viselkedést, hogy mondjuk nem minden a kimenetek aláírásáról szól, és megint ilyen smart contractokhoz lehet használni, de ezt most átugrom, mert nagyon mérvezet, és nincs idő. Itt van, hogy vannak elkódolva ezek a kulcsok, és akkor itt megint vannak ilyen kisebb ilyen implementációs hibák, tehát például mondtam, hogy 0-4-jel, vagy 0-2, vagy 0-3-mal kell kezdődnie a nyilvános kulcsnak, de valaki kipróbálta, hogy 0-6-ot is elfogad a szoftver. Ezért valahol szerepel egy 0-6-os egy darab tranzakció,
hogyha valaki implementál, akkor ilyenekbe bele fog futni. Az elkódolások elvileg egy ilyen kanonikus szabványos elkódolás szerint vannak az aláírások elkódolva, de gyakorlatilag megint az van, hogy OpenSSL-t használtak, az még kicsit lazán volt implementálva, és azért elfogadnak kicsit más. Tehát, hogy nem kanonikus mégis ez az elkódolás, emiatt az aláírásokat is meg lehet változtatni, úgyhogy ugyanazt reprezentálja, de kicsit más változat legyen, tehát még egy forrása az előző hiba lehetőségnek. És akkor néha még több ilyen bug is van ebben az egészben, és sajnos az van, hogy az összes ilyen múltban előjött bugot valaki kipróbálta, hogy tényleg elfogadják azt a szoftverek, és ez beépült a blockchainbe, tehát ha valaki ír egy ilyen klienst, akkor le kell kezelni az összes valaha volt ilyen hülye bugot, amiatt nagyon gusztusra lesz a kód. És akkor néha kijavítják, néha nem. Ha kijavítják, akkor azt kell nézni, hogy adott blokkig el kell fogadni, adott blokktól meg nem kell elfogadni. Szóval ez ilyen elképesztően gusztustan kód hozzá. Jó, van egy ilyen, ez a titkos kulcsoknak egy ilyen ASCII elkódolása, hogy könnyű legyen mondjuk beimportálni egyik kliensből a másikba, vagy papírra, ez nagyon fontos, csak leírtam, hogy legyen. Van olyan, hogy lehet, a hivatalos kliensnek van egy ilyen funkciója, hogy ilyen emberi, humán üzeneteket, ASCII stringeket is lehet aláírni. Itt megint van egy ilyen elég hülye elkódolás, ami miatt így, ha elsőre implementál az ember, akkor nem fog működni, és ez így nincs itt dokumentálva, úgyhogy gondoltam, hogy ideírom. Jó, van, ez elég fontos. Vannak ilyen multi-signature tranzakciók, ami azt jelenti, hogy nem egy aláírás kell hozzá, hanem több. A több az lehet, hogy mondjuk kettőből kettő, háromból három, de olyan is lehet, hogy háromból kettő. Ez például, ez ugye sok mindenre lehet használni, itt van három példa, hogy mire lehet használni. Például, ha én két kulcsom van, és mind a kettővel alá kell írni a pénzszerszámból költeni, akarok is az egyik kulcsot az egyik hardvereszközön tárolom, a másik kulcsot a másik hardvereszközön, akkor mind a két hardvereszköz fel kell törni ahhoz, hogy el lehessen lopni tőlem a pénzt, ami sokkal nehezebb, mint egy számítógépet feltörni mondjuk. Vagy mondjuk egy cégnél mondhatják azt, hogy a 5 vezetőből 3 aláírások kell ahhoz, hogy el lehessen költeni a cégnek a pénzét. Vagy van ez a, ezt nem tudom, hogy hívják magyarul. Hát ez a letét. Uh-huh. Hát nem pont letét. Szóval, hogy ez ilyen, hogyha én el akarok adni valamit, szóval aki meg akarja venni tőlem, de ugye az interneten nem ismerjük egymást, tehát ott ilyen bizalom alapú a dolog. És azért azt szokták csinálni, hogy van egy harmadik fél, amiben mind a két fél bízik, és akkor ő... Igen, eredetileg letét, de ez pont a letét kiváltására szolgál, mert akkor meg a harmadik fél verhet át, és nyújtja le a pénzet. Tehát itt arról van szó, hogy a három részvevőből bármelyik kettő végrehajthatja a tranzakciót, de egy nem. És akkor a három lehetőség van, hogy így minden oké, akkor én az eladó meg a vevő végrehajtja, ha meg valami nem oké, akkor a harmadik fél letétkezelő eldönti, hogy kinek van igaza, és akkor azzal együtt végre tudja hajtani, de ő nem tudja lenyúlni a pénzt. Tehát, hogy ennek ez a lényeg. Csak felezni tudja. Csak felezni tudja. Hát felezni se tudja. Ja, úgy igen. Igen. Ha összejátszik a... Igen, akkor igen. Jó. Gyakorlatban ezt úgy szokták csinálni, egy külön speciális címet. Ez nem szükséges, de valamiért így szokták. És oda küldik a pénzt, és arról csak több aláírásra lehet költeni. Ez technikailag egy elég csúnya hack. Ez egy olyan dolog például, amivel megszavaztatták a minereket, mert nem volt olyan iszonyú nagy egyetértés. Ez egy ilyen újabb feature. Tulajdonképpen azt történik, hogy bevezettek egy ilyen speciális címet és egy speciális tranzakciót, ami egy ilyen template, hogyha fölismeri ezt a template-et a szoftver, akkor tök más fog csinálni, mint amúgy csinálnak. Tehát nem egy ilyen iszonyú elegáns megoldás. Ennek az a lényege, hogy
a címben van benne a feltétel, hogy hogy lehet elkölteni idézőjelbe. Tehát a cím az nem egy nyilvános kulcsnak a hash-e lesz, hanem egy ilyen feltétel scriptnek lesz a hash-e. És akkor vannak motivációk, hogy miért akar az ember ilyet csinálni. Csak már szűkösen állok idővel. Jó, network protokollról nem tudok olyan nagyon sokat, de nem olyan iszonyú bonyolult. Ez egy sima peer-to-peer network. Ugye találni kell peereket, ezt az elején egy ilyen IRC-vel csináltak. Most az van, hogy bele van drótozva néhány ilyen nagyobb szerver, amiben bíznak, hogy így nem fog eltűnni. És akkor először hozzá csatlakozik az ember, utána egyrészt mindenki broadcastolja a saját IP-t, másrészt meg lehet kérdezni a peereket, hogy ők biztos tudnak még több peert. És akkor a legvégén ebből így véletlenszerűen választ néhányat. És akkor utána minden broadcastolódik, tehát kapok egy tranzakciót, akkor tovább küldöm mindenkinek, és akkor a blokkokat, ilyesmi. Az egész az viszonylag védtelen az ilyen denial of service támadások ellen. Ezt úgy mindenki tudja, hogy ez probléma. Vannak ilyen kisebb védelmek, például az ilyen blokk méretekre vannak korlátok, tranzakció méretekre vannak korlátok, egy csomó ilyen mesterséges korlát van azért, hogy így ne lehessen. Ugye, mert hogyha például le kell ellenőrizni az összes ilyen digitális aláírást, az nem olyan gyors folyamat, tehát ha szar implementációt hozta az ember, akkor egy másodperc, ha jót, akkor egy ezred másodperc, de mondjuk egy ezred másodperchez sok ellenőrzés, az is sok tud lenni, tehát itt lehet doszolni. Ezen gondolkoznak meg folyamatosan. Jó, akkor 5 perc van hátra a másfél órából, nem tudom, hogy hogy áll a szalag. Álljunk meg, vagy mondjam. Itt most egy ilyen kis határvonal van, tehát még van elliptikus körbéktől is szájdom, de ez nagyrészt független az eddigiektől, illetve egy kicsi van, ami kérdés volt, hogy hogy konkrétan a Bitcoin által választott elliptikus görbe az most jó, vagy nem jó, vagy tudjuk-e, hogy jó. Igazából azt hiszem, hogy ehhez nagyon-nagyon kevés ember ért így a világon, én nem. De ilyen educated guess-eket azért így tudunk csinálni. Tehát, hogy van egy minden elliptikus görbe alapú kriptográfia, egy fix görbét használ, ez előre le van rögzítve. Nem mindegy, hogy melyik görbét választja az ember, illetve annak a görbének milyen reprezentációját, mert ettől függ a dolog biztonsága. Vannak speciális görbék, ahol nagyon könnyű feltörni. Nyilván, amiről tudjuk, hogy könnyű feltörni, hogy senki nem használ, de a másik oldalt, hogy mi az, ami nehéz, azt ugye senki nem tudja igazából, vagy csak hát ilyen tippek vannak, hogy itt nem fejlődött a matematika az elmúlt 20 évben, akkor hát, ha jók vagyunk. Ez a konkrét görbe, amit a Bitcoin használ, tehát ez a P jellemű véges teszt fölött dolgozunk, ez a P az egy prim szám, kb. 2-256-on iszonyú közel van hozzá. A görbe egyenlete, ez az Y négyzet egyenlő X kör plusz 7. Látszik, hogy ebben azért nincsenek ilyen mágikus konstansok, tehát itt nem nagyon lehet csalni. Ha indul az ember az ilyen típusú egyenletektől, hogy Y négyzet egyenlő X kör plusz 1, az nem jó, X kör plusz 2, az nem jó, stb. És akkor a 7 lesz az első, ami úgy vállalható. Tehát ebben olyan sok csalási lehetőség nincs. A plusz 1 az miért nem jó csak? A plusz 1 például miért nem jó? Nem értek ennek a matematikájához, de az, tehát vannak olyan feltételek, amik ha teljesülnek, akkor biztos rossz. De van egy feltételek egy listája, nyilván az nem garancia, hogy ezen átmegy, de ha nem megy át, akkor biztos rossz. És gondolom, vagy azért, mert nem jó, szóval nem tudom, ez a helyes válasz. A görbén a pontok száma, az is prim szám, ez csak ilyen kényelmes dolog, mert akkor
azok olyan görbéket is szoktak állítani, ahol egy prim számszor egy kicsi szám, mondjuk prim számszor 16, de akkor az implementáció egy kicsit bonyolultabb, ami most így nyilván az ilyen kriptolibrikben ez van mind implementálva, egy kicsit egyszerűbb az implementáció. Le kell rögzíteni egy fix generátor a rendszerbe, a görbén. Ez egy ciklikus csoport, úgyhogy igazából teljesen mindegy elvileg, hogy melyiket választjuk. De egy ilyen elég hastészszerűnek tűnő van választva, ez a XY koordinátája itt alul. Tehát ez az egyetlen ilyen hasonlítésszerűnek tűnő paraméter ebbe a görbébe. Mondom így naivan, igazából teljesen mindegy, hogy mit választunk, de elképzelhető, hogy van olyan választás, ahol könnyebben törhető. Ez megint olyan, hogy ennek a matematikája az innen értek. De ezen az egy dolgon kívül, ami valószínűleg nem olyan fontos, a többi paraméter az nem ilyen hasrészszerűen választott, tehát oda nehéz eldugni ilyen backdoorokat. Igen, ez körülbelül ugyanez, amit mondtam. Hát megálljunk. Akkor ez külön volt kérdés Árontól, hogy van ez a Bernstein nevű szóval híres kriptográfusnak ez az oldala, ahol így felsorol egy csomó elliptikus görbék, és akkor különböző feltételrendszereket támaszt irántuk. És középen van ez a Bitcoin által alkalmazott SHA-256K1 görbe, és akkor látjuk, hogy itt van négy olyan feltétel, ami nem ment át. És akkor megpróbáltam utána járni, hogy mi az a négy feltétel, ami elbukott. Az első az egy matematikai feltétel, ami megint olyan matematika, hogy én nem értek hozzá, és szerintem itt senki sem ebbe a terembe, tehát abban nem mennék be, hogy pontosan mi, de azt írta ez a Bernstein, hogy ez azért nem olyan nagyon gáz, tehát hogy nem a priori nem feltétlenül kell problémát jelentsen, ha valami elbukik ezen a görbén, vagy ezen a feltételen, de kicsit biztonságosabbnak tűnik, hogyha mégse bukja rajta, de hogy úgy nem feltétlenül kell ezt gondot okozzon, csak sokkal bonyolultabb a matematikája, ha elbukik, és akkor úgy lehet, hogy később még lehetnek belőle problémák, de most nem tudunk olyan problémáról, amit ez okozna önmagában. A második feltétel, ami elbukik, hogy van-e egyszerű, gyors és konstans időben lefutó szózó algoritmus. Tehát itt tulajdonképpen az történik, hogy a nyilvános kulcs az, hogy a generátort annyiszor összeadjuk önmagával, vagy összeszorozzuk, sajnos itt a terminológiából mind a kettőt használják, hogy additívan, vagy multiplikatívan sírják a csoportokat, amennyi a titkos kulcs. Tehát a titkos kulcs ez egy egész szám volt, és egyszerűen annyiszor összeadjuk magával a generátort, és ez lesz a nyilvános kulcs. És hogy erre az sokszorozó, vagy hatványra emelő, a másik jelölése algoritmus, az konstans időbe fut és elég egyszerűre. Ha nem konstans időbe fut, és azt valami chipot csinálja állandóan, akkor ilyen timingeket lehet csinálni. Tehát, hogy kiméri az ember, hogy milyen gyorsan kap meg a választ, abból információt lehet szerezni a titkos kulcsról. A harmadik feltétel az, hogy van-e olyan összeadás művelet, aminek nincsenek speciális esetei. Mert itt megint abból ilyen time-time cseneleteket lehet csinálni. És a negyedik, hogy egy ilyen egy pont a görbén, tehát ami a nyilvános kulcs, azt meg lehet-e különböztetni egy random számsorozattól irányítésre. És ezeken bukik. Akkor ugye utána gráfba így el lehet kezdeni visszanyomozni, hogy akkor még ez is valószínűleg te voltál, ez is valószínűleg te voltál. Nem is százszerékosan, de is statisztikai eszközökkel eléggé lehet így előre-hátra menni ebbe a gráfba. Hát az adat nyilvános.
Azt mondok, hogy én értem, akkor ez egy ATM-es pénzváltás, mondjuk hol van, most Pozsonyban van legközelebb ilyen ATM? Az, hogyha nincs benne kamera, akkor jó. Hát, jó, hát igen. Ha van benne kamera, akkor nem olyan jó, ezt nem tudom, hogy raknak-e bele kamerákat, mert ugye a banki ATM-ekben mindig be van kamera. Hát, ezt nem behúzom a sokkal. Hát, jó, igen. Tehát tud anonim lenni, ha anonim módon tud az embert beszerezni, és utána iszonyúan figyel az obsetre. De nagyon könnyű elrontani az obsetet. Tehát valaki anonim akar lenni, akkor az nagyon figyeljen oda. Azt hallottam, hogy vannak olyan szolgáltatások, hogy beküldöm a pénzt. Van ilyen, igen. És visszaküldjön nekem egy másik pénztárcából. Így van, vannak ilyenek. Ez illegális a pénzmosó törvények miatt, amik minden országban vannak. De vannak ilyen szolgáltatások, de épp azért, mert illegális, így nem lehet tudni, hogy ki csinálja ezeket a szolgáltatásokat, tehát implicit meg kell bízni a szolgáltatóban. Tehát például, hogy nem egy kormány üzemelteti titokban. Másrészt viszont, ha valaki tényleg üzemeltet egy ilyen szolgáltatást, akkor úgy nekik is valamennyire érdekük, hogy ne tartsanak logokat, meg nem tudom. Tehát abba kell megbízni, hogy ők tényleg nem titokban egy ilyen kormányszer, és abban, hogy elég kompetensek ahhoz, hogy így normálisan le tud azt is lehet csinálni, igen. Amit még ugye sokak ez így megosztja a társadalmat, hogy most kell az anonimitás, vagy nem. Elég jó érvek vannak arra, hogy a legális felhasználóknak is előnyire válik az anonimitás. Például egy ilyen érv, amire magától nem feltétlenül gondol az ember, hogy tegyük föl, hogy így már a jövőben vagyunk, és így bitcoinba kapom a fizetésemet, de mondjuk nem nyilvános a fizetésem a kollégáim elől. Ők megkapom a fizetésem egy összegbe, és utána meghívom a kollégámat egy sörre, akkor utána vissza tudja nézni, hogy hopp, ott volt ekkor egy olyan tranzakció, aminek az egyik kimenette kb. A sör összege, a másik meg a fizetésem mínusz a sör összege, tehát rögtön tudja, hogy mennyit kerestem. Ha egy helyre kaptam, ha egybe kaptam a fizetésem. Hát én is elkezdtem osztani saját számláim. Hát ha előre úgy kezded, hogy amikor megkaptad a fizetésed, rögtön szétosztod, de akkor is vissza lehet nézni, hogy honnan jött. Ott lesz a gráfban, hogy egy nagy összegből jött. De nem akarsz logikusan magaddal vinni, mint ahogy készpénzből sem megy. Így van. De szóval, hogy ez egy ilyen példa. Isten egy 1,4729-be kerülő sört fog neked kiszámlázni, ami ott fog vigyorogni a... Igen. Szóval ez csak egy példa, hogy olyan dolgok is vannak, amire elsőre nem gondolna az ember, hogy miért van szükség anonimitásra. Különböző emberek különböző megoldásokon dolgoznak, hogy több vagy akár teljes anonimitás legyen. Erről jobb esetben fogunk hallani mindjárt. Vannak erre kriptográfiai megoldások, még nem kompatibilisek a jelenlegi bitcoin hálózattal, és valószínűleg nem fognak bekerülni, vagy nem mostanában. Vannak ilyen egyszerű mérnöki megoldások, például van egy ilyen protokoll, ha valaki úgy tagadható módon akar pénzt küldeni, akkor így összeáll az interneten mondjuk 10 másik emberrel, akik ugyanezt akarják csinálni, és 10-en csinálnak egy tranzakciót, aminek 10 bemenete van mondjuk, és 10 kimenete, és nem lehet tudni, hogy melyik kié. És ezt meg lehet csinálni egy ilyen olyan protokolla, hogy a másik 9 se tudjon többet, mint amit biztosan tud, tehát a sajátján kívül. És akkor ez kompatibilis tulajdonképpen ezzel a jelenlegi bitcoin protokollal, csak egy ilyen extra, ez egy független alkalmazás. Tehát azt, hogy megtaláljuk egymást 10-en, azt le kell programozni, de utána a végső tranzakciót be lehet rakni minden további nélkül. És hogyha ezt sokan csinálják, akkor ugye elég gyorsan így szétágazódik több ilyen 10-es tranzakció egymás után, hogy már így nagyon nehéz legyen visszakövetni is, meg így viszonylag könnyű letagadni, hogy ó, én nem az voltam a 10-ből, hanem ez a másik. Szóval ilyesmi gondolatok vannak. Nem tudom, elliptikus görbékről most mennyit beszéljek, mert kicsit most így össze-vissza lett. Ez a digitális aláírás algoritmus.
Erről azt kell tudni, hogy van egy random szám inputja az aláírásnak, tehát ha kétszer aláírom ugyanazt, akkor az nem ugyanaz az aláírás lesz. Van egy random komponense. De az a nagyon fontos, hogyha véletlenül két különböző üzenetet írok alá, és ugyanazt a random számot használom föl, akkor ez triviálisan visszafejtető a titkos kulcson. Tehát itt nagyon fontos, hogy soha ne ismételje meg az ember ugyanazzal a kulcsa és ugyanazzal a random számmal két üzenet aláírását, és erre volt is példa, azt hiszem az Androidban, a kripto implementációban ez egy konstans szám volt, és amikor ezt így észrevették, akkor elég sok ilyen androidos kliensből kilopták így a pénzt jó szándékú emberek. És ráadásul ezzel az a baj, hogy nagyon könnyű fölismerni is, hogy valaki ilyet csinált, tehát nem kell végigpróbálgatni így tehát a blockchain-en végig lehet menni, és egyszerűen én egy programot, ami kilistázza, hogyha valaki elkövette ezt a hibát. Ez nem egy nehéz feladat. Tehát akkor elvalagasztani a PlayStation 3 volt pont. Az a másik, igen. A PlayStation 3 pontosan ugyanezt a hibát követte. Amúgy nem lehetett volna föltörni azt sem. Melyik itt a K. Tehát az történik, hogy fogjuk az üzenetet, kiszálljuk a hash-ét, tehát egy 256 bites hash-t fogunk aláírni, nem az eredeti üzenetet. A 256 bites hash-t egy 256 bites számként fogjuk értelmezni. Igazából, amiből majd egy pontot gyártunk a görbén, de... És itt a második lépésben kell generálni egy ilyen teljesen ideglenes, titkos nyilvános kulcsot, és ott a titkos kulcs, ez a véletlen szám. Jó. Igen, ezt gondolom volt erről szó az ilyen korábbi elliptikus körbés előadáson, hogy így sokféleképpen lehet reprezentálni elliptikus körbéket, és nem is egyformán mindegyik görbét, tehát vannak olyan reprezentációk, amik a egyik görbére működnek, a másik görbére nem. Ebből igazából én csak az első háromról tudom, hogy micsoda. Úgyhogy a legegyszerűbb ilyen XY koordinátákkal reprezentálni két pont lényegében az ilyen síkon. Ez az a baj, hogy osztás van ezekben a képetekben. Osztani lassú. És itt iszonyú sok aláírást le kell elnézni, és ez így nagyon lassú lesz. Akkor egy ilyen trükk, hogy projektív koordinátorrendszerbe térünk át, és akkor csak a legvégén kell majd egyet osztani. Sok osztás helyett kevés osztás, az kicsit jobb. És akkor ezt még lehet variálni, és aztán vannak ezek az egész furcsa formák, amikből például az Edwards-ot aztán nem is túl régen fedezték föl, tehát ez egy ilyen viszonylag új matematikai fejlemény, amiknek különböző jó meg rossz tulajdonságaik vannak ezeknek a reprezentációknak, de mondom, igazából én ezt nem értek. De hogy ez számít egyrészt a sebesség miatt, és hát az is előfordulhat, hogy egy másfajta reprezentációban esetleg nehezebb vagy könnyebb megoldani azt a problémát, amit elvileg nehéznek kéne, hogy legyen megoldani. Jó. Ja, ez ilyen viszonylag közismert, de hogyan lehet gyorsan számolni. Tehát mondom, itt az történik, hogy össze kell adni önmagával D-szer a generátort, és abból lesz a nyilvános kulcs, és sok ilyen hasonló művelet van még, nem csak a nyilvános kulcs számolás. A D tehát tipikusan ilyen 2256-on, tehát nyilván ezt nem egy forciklussal fogjuk csinálni. És akkor ez az a standard trükk, hogy ilyen mindig kétszer ez az ember, és akkor ezokat csak így össze kell adni a bináris kifejtésnek megfelelően, és akkor így mondjuk 256 lépés lesz, és nem 2256-on lépés. És akkor itt az látszik, hogy
az összeadás műveletet, ezt a pontot össze akarom adni ezzel a ponttal, akkor ennek ebbe az affin reprezentációba egy ilyen geometriai jelentése van, hogy megkeresem a harmadik metszéspontot, ez egy harmadfokú görbe, úgyhogy három metszéspont lesz, megtükrözöm ide, és ez lesz ennek a két pontnak az összege. Kivéve, ha az a két pont egybeesik, akkor itt az érintőt kell venni. És emiatt a képletekbe ezt így külön kell kezelni, tehát egyszerűen egy másik képlet vonatkozik a P meg P-re, mint a P meg Q-ra. Itt is van ez a két képlet, meg ez az osztásművelet is látszik, amitől lassú lesz. És erre vonatkozott a Bernsteinnek az egyik feltétele, ez a complete, hogy van-e olyan összeadás algoritmus, ahol nem kell szétválasztani az eseteket, mert hogy az ilyen táncselenetekre használható. Jó, hát ezt a végét már kicsit össze-vissza mondtam, de szerintem az időm is lejárt, úgyhogy így abba is hagyom akkor. Jó, hát köszönjük szépen. És akkor most a bitcoinokon túl, illetve azokhoz kicsit így kiegészítésként Fali adna elő.